Sok-sok emléket őriznek ezek a falak, amelyek egykoron módos Nánási családnak adtak otthont, majd hosszú évtizedekig, mint az Attila utcai óvoda szolgálta a város szélén élőket. Bármint óvoda már nem működik, de nem is kerül ki a közfeladat ellátásból. Hajdú-Nánás város önkormányzata ugyanis egy 12 férőhelyes bölcsőde kialakítását határozta el, tekintettel a meglevő bölcsődei helyek szűkösségére és az egyenletesen növekvő születési számokra. Az áprilisban elkezdődött beruházásról Varga Magi Boglárka, a Városi Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának vezetője tájékoztatott. A belügyminisztérium által támogatott bölcsődei fejlesztési program keretein belül valósul meg ez a beruházás, melynek összköltsége 48 millió forint, ennek 95%-a támogatott. 5 millió forint értékben nevelő célú támogatóeszközök, fejlesztőjátékok is kerülnek beszerzésre. A munkaterületet április 15-én adtuk át a kivitelezőnek, aki Nagy Sándor, egy hajdú-nánási egyéni vállalkozó. A beruházás az épület külső és belső felújítási munkáit érinti, továbbá a funkcióváltás keretein belül egy belső átalakítást is. Az Ódon épület tehát kívül-belül megújul. A külső felújítás során a korszerűbb energetikai követelményeknek való megfelelés érdekében homlokzati hőszigetelő rendszer kerül felhelyezése, valamint új nyílászárók. Ezen kívül a tetőszerkezet is megerősítésre kerül, melyre új héjazat kerül. A legkritikusabb az a tetőszerkezet volt, amit próbáltunk megtartani, csak megerősíteni kellett. Továbbá belső válaszfalak is kibontásra kerültek, hogy nagyobb férőhelyek és akadálymentes mosdó is kialakításra kerülhessen. A belső terek is alaposan átalakulnak, tekintettel a funkcióváltásra. Ez a bölcsőde ugyanis sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogad majd. A belső átalakítások elektromos hálózatfelújítást, épületgépészeti korszerűsítést érintenek. A belső átalakítások során egy 12 férőhelyes csoportszoba kerül kialakításra, egy foglalkoztatóval, továbbá egy tejkonyha és egy akadálymentes mosdó is. Mivel az épület speciális nevelésű igényű gyerekeknek a bölcsődei ellátását célozza meg, én nagyon fontos volt, hogy az épületet megfelelően akadálymentesítsük. Az új bölcsőde, mint megtudtuk, várhatóan szeptemberben fogadja majd első kislakóit. Augusztus elejére tervezett a műszaki átadásátvétel, ami egy szűkös határidő, viszont ezt követően még hatósági engedélyek beszerzése szükséges, és akkor ezután szeptemberben már megújult külsővel várja legkisebb lakóit az intézmény.